Hola, Iván. Iván. Ahó. Köszöntöm a Rally Rádió nézőit, Rally Rádió hallgatóit Salgó Tarjánból a 2018-as Ószt Salgó Rallyról, mégpedig a Rally 2 hetes gyorsági szakaszáról. Ebben a pillanatban ért a gyorsági végére bocsánat, csak elvesztettem hirtelen a fonalat, hogy melyik versenyző támogatott oda. Bocsa Tamás, megvan, Bocsa Tamás is mennyi Gergely volt, sorok között, közben a Petőik érkeznek mögöttük, Pető István és Holec László, viszont Bacsáéknak nagyon csúnyán szólt az autójuk az utolsó néhány méteren, viszont Sanyinál már ott vannak Petőik. Sanyi? Köszönöm szépen, Petőik megérkeztek, Bacsáék pedig a hengerlekapcsolásos metodikával mentek, három hengerezett a ladájuk, Pető Holec páros 209-essel, időt még nem látok, szevasztok! Milyen az élet a vizen? Valami így füsttel. Szerintem egy kicsit a vízünk játszadozik. Itt a vége vízes, egyébként az eleje száraz. Igen, ilyen vicces volt, hát ez ilyen. Hajrá! Szevasztok! Iván! Köszönöm szépen, Sanyi! A többiek milyen időt jöttek az elejéből? Vincéjék, Rélik Nándorék, Dudás Gergőjék? A kis rettenetes Citroën-nel megautozták a sárkányokat, 25-26 volt a Citroën céget elkezdővel a 204-es rajtszámú autóval. A Ford Fiesta-val sikerült jönni egy 426 nullát, illetve 202-es rajtszámmal a VMP-se 426-9-et jöttek. Úgyhogy egyelőre a legjobb idő itt a gyorsasági szakaszon, akkor a rettenetes kis mérgezet egéri a Citroën C2R2-é. Most pedig Molnárék vannak mellette. Pedig. Így van, Molnár Kása páros, én pedig már is megpróbálom begyűrni magam ide. Szevasztok! Sikerült elugrasztani itt a nézőket, akkor láttuk. Ez nagyon jó jött. Azt hittem, hogy nem áll meg, de azért csak befordítottuk. Volt egy nagyon jó indulat, hogy mégis elfordult. Volt egy jó indulat, igen. Hát itt az eleje még száraz, itt már vizes. Itt jönnek Szabóék a piros 07-essel, utolsó visszafordítónál tartanak éppen. Körzőzi? Nem körzőzi, inkább íven óvatosan, úgy látszik inkább célra koncentrált, ott vannak nálad. Meg is érkezett legalábbis, mindjárt itt van a nagy kocka. A Szabó keresztesi páros 211-es rajtszámmal érkezett meg hozzánk. Az idő eredményüket még nem látom, a 210-es autóhoz tartozott egy 439-4-es, az övéké pedig 425-3. 4-25-3! Megvan a legjobb idő! 4-25-3! Köszönöm! Gratula! Hát ez csak eddig, azért még jönnek mögöttünk. Megijedtem ettől a vizes foltok, de azért mégis próbáltuk hát nyomni. Jó volt! Gratulálok, szevasz! Cserébe nem csapom a kezedre az ajtót, Iván! Baksaiéknak kéne érkezniük oda föntről. De egyelőre nem jönnek, és nem is hallom, hogy jönne autó odaföntről. Ugye Baksai Laciéknak volt évelején egy elég komoly találkozásuk egy fával, úgyhogy ez most egy kvázi tartalék autó, de most már jönnek Baksai Laciék, itt vannak. Ha minden igaz, akkor ő. Esetre piros-fehér maga. Sanyi, nálad. Így van, meg is érkezett, pillanatokon belül itt van. Baksai és Erdei érkezik, a Baksai-Erdei páros 212-essel. Az időeredmény még nem látom. Gyorsabban jöttetek, mint az időeredményetek. Szevasztok, milyen volt? Hát most jó volt, most nem borítottam szét a lassított, most a futómű jó volt, szerintem sokkal jobbat jöttünk. Szerencsére az utolsó másfél kilométerre volt vizes, addig porszáraz, úgyhogy marha jó volt. De szólt szépen, hogy jöttetek, időeredmény pedig 4-es, 49-es és 4-es. El is engedünk benneteket. Köszönöm, Iván, nálad! Köszönöm szépen, ugye a mai napi rajtistában Hatori Attiláiknak kéne érkezniük, de ők már sajnos nem jönnek, három hengedezett a Peugeot, pedig pont itt vagyunk náluk, a verseny, ennek a szakasznak a célja ott van az ő házuk bejáratánál, úgyhogy ha karnék jönnek a zöld
0-7-essel, ő is inkább óvatosan és biztosan even fordulva jött át az utolsó visszafordítón. Papszarka páros akkor meg is jött Lertár szerint, ahogy mondtad. Az ő időeredményük 2:16-os még nem került föl, szevasztok! Milyen volt? Óvatos vagy inkább belevállalós? Nem, nagyon csalódott vagyok, mert az előző gyors óta nem megy az autó. Kezdjük elbukni az abszolút első helyhez való csatánkat. És megpróbáljuk a szervizet megoldani. Nem tudom, nem megy az autó. Tudni mi halt el? Több mint valószínűleg elfogy a benzinünk, csak nem tudom, hogy miért. Oké, engedlek. Köszönöm szépen, szevasztok, az időeredmény 4:41-2. Köszönöm szépen, Bencsék fordulják az utolsó visszafordított a timerrel. Még egyet visszaakasztott az utolsó kanyar közepén. Kérdeznek, hogy mi történt, hogy annyira lelassult, hogy vissza kellett váltani a kanyar közepén. Igen, egyébként hallható volt, hogy egy picit volt benne egy kocka ott a kanyarban. Majd meglátjuk, hogy mi az ok. Bencs páros jött meg akkor hozzánk. Szevasztok! Milyen volt a gyorsaság? És hallom, hogy visszaváltottatok egyet még itt a kanyarban. Elfogyott a szufla? Nem elfogyott a szufla, már most itt kicsit ilyen nyúlós lett, meg egy kicsit ilyen csúszik ez az egész történet. Meg itt a másodikunkkal van probléma, hogy dobáljak. És ezért. Igen, ezt mondtátok, ez a hol van, hol nincs. Figyelünk rá, tartani kell, és akkor próbálom úgy abszolválni, hogy jó legyen. Igen, az élmény, amikor húzáson kanyarba kitesz üresbe. 4:34-1 az idő, kívánok! A szombati Szabó kettős következik az E30-assal, nézzük, hogyan fordulja az utolsó kanyart. Semmi keresztre fordulás, azért ez a nedves aszfalt, én úgy látom, hogy óvatosságra inti a versenyzők nagy részét. Sanyi. És már itt is vannak nálunk, úgy ahogy kell, Lertár szerint, szombati Szabó páros 2:19-essel. Készül mindjárt az időeredmény a táblára, még egyelőre nem látom. Szevasztok, hogy viselkedik a vas? Nincs gond, itt a vége a hegyről, hogy lefele jövünk, az már vizes, ott jobban csúszik, ott már kicsit óvatosabban kell jönni. Hol látok egyébként? Ilyen abszolút 11. hely körül, 10. körül. Akkor még van harc. Még van, igen. Köszönöm szépen, sziasztok! Az időeredmény 4:34-0. Iván, nálad? Köszönöm szépen, Lada érkezik, de nem láttam a rajtszámot. Szabó Norbertnék lehetne nagy orszúzó szét. Igen, Szabó Norbertnék érkeznek kettő 20-assal, és jönnek hozzád. Ők is kellő óvatossággal, meg kellő tisztelettel fordultak az utolsó visszafordítóhoz. És már itt is van a Lada, a nagy kocka, Szabó Tárkányi páros. Én pedig már is szállok be hozzájuk, bár most talán az idő is megérkezik. Egy pillanat, és rögtön. Igen, 4:30-0. Szevasztok, mennyire vagytok elégedettek vele? Hát az előző körünk között, az előző szekcióhoz képest mindenképpen. Úgy látom, az idő sem szar. A pálya utolsó 1:30. A kezed, vigyázz! Jön az ajtó. Iván! Köszönöm szépen! Szabóék után pedig kell érkezni egy VFDS-nek, és így van, már is érkezik narancssárga VFDS, akkor pedig azt jelenti, hogy Ruszóék jönnek. 221-essel, így van. Nekik már egy picit keresztbe fordult azért az autó az utolsó visszafordítóba. Igen, innen lentről is látható volt, hogy szépen beterelgették, próbálták ésszel, tehát azért rendesen kézben tartott volt az a kis csúszka, 221-es rajtszámmal, Ruszó, Geró páros. Szevasztok! Na, hogy tetszett? Hát lehet, hogy lassan elérkezünk a versenyünk végéhez, mert fogy az erő a motorból, úgyhogy szerintem hamarosan ki kell állni, hogy ne tegyünk problémát ebben a motorban. Hogy? Van kuplunk pedál, meg ilyen. Hát a kuplunk az megoldódott, de a motor már kezdje. Leszakadt a villa, kuplunk kiemelő villa. Szevasztok, Iván! Köszönöm szépen, ha minden igaz, akkor Hajdú Tamás és felesége érkezik majd egy 01-es ladával, de már itt kéne, hogy legyenek, legalábbis a képen kéne, hogy lássam őket, hogyha a perceket nézzük, úgyhogy Godó Tamásék lehetnek a következők a VFTS-sel, viszont rájuk még közel egy percet kell majd várni, hogy megérkezzenek, de
Érdekes, mert helyenként vizes csak, tehát hogy nézem a pályakamerák képét, csak helyenként vizes az aszfalt, kezd most már felszáradni. Ugye azért elég meleg volt a nap eddigi részében, az aszfalt is felmelegedett, gyorsan párolog róla a nedvesség, az eső, hogyha nem kap utánpótlást. Hát ez még a nap hátralévő részére azért komoly izgalmakat vetít előre. Akármelyik versenyt nézzük, akár a Rally 2-t, akár a Historikot, akár az ORB-t. Hát nagyon nem mindegy, hogy ki milyen gumival van fönt a pályákon, ki mit rakott föl a szervizparkba. Hát itt most kérdés, hogy érdemes kockáztatni, és az fog bejönni, vagy inkább a biztosra menni. Hát majd meglátjuk, messze még a vége. Viszont ha jól hallom, akkor érkezik lassan autó. Így van, már látszik is. Egy VFTS érkezett. Érkezik a kanyarba. És érkeznek hozzád. Köszönöm szépen. Godóék. Hát ahogy nézem, a srácok megtisztelték ezt az utolsó kanyart. Godó Tóth páros érkezett meg hozzánk. Nem bízták a véletlenre, hogy mennyire csúszik. Szevasztok! Na, mi a helyzet a vizen? Hát megvigyáztuk itt a végét, nem lehetett tudni, hogy mennyire, azt láttuk, hogy elkezdett esni. Hát elsóroltuk a végét, az eleje az rendben volt. Igen, azt láttam, hogy itt azért úgy óvatosabban jöttetek be, ami ziher az ziher. Hát igen, nem kellene pont most itt eldobni, úgyhogy... Nem az utolsó kanyarban, igen, ja. Nézzük az időt, 4.48.4. Szevasztok, Iván! Tóth Józsiék, alias Jondiék kell, hogy érkezzenek majd a befecskendős 21.07-tel. Legalábbis én őket várom ide. László Istvánék a Hondával, ha jól emlékeztem, akkor már az előző körben sem jöttek. Viszont most is luk van a rajtoltatásban. Tehát akkor pedig Ruszkai Attiláéknak kéne majd érkezniük a kereklámpással, aztán Magyar Ibek Szabolcsnak a Clio-val. Most hallok autóhangot, érkező autóhangot. Nézzük, ki is lesz az, aki először megjelenik a balosból. Tóth József Jondi érkezik. Dobálta fölfelé szépen a fokozatokat, jön a féktáv. És a visszafordító. Keresztben, vadásan, ahogy kell. Át a célod, és jön hozzád Jondi. Sanyi, tiéd. Köszönöm, meg is jöttek, szép volt a hang is, szép volt a látvány is. Mindjárt megnézzük, hogy az idő is olyan szépe, mint amit láttunk, meg hallottunk. Tóth páros 2.25-ös rajtszámmal, időeredményt még nem látok. Szevasztok, éppen mondom, hogy szép volt a látvány, szép volt a hang, mindjárt megnézzük, hogy az idő is olyan szép lesz-e. Hát köszönjük szépen, igyekeztünk. Igazából megviccelt egy picit, hogy a második fele vizes volt. De igyekeztük, ennyit tudunk. Gyerekek, 4.31.5 jöttetek. Iván! Köszönöm szépen, Ruszkai Attiláék szerepelnek a rajtlistában, de lehetséges, hogy Magyar Ibek Szabolcsék fognak érkezni a Clio-val. Ugyanis megint nagy a luk, megint több mint egy percre érkezik a következő páros, tehát ez lehet, hogy akkor pont két perc. Akkor pedig Magyar Ibek Szabolcséknak kell majd jönniük, aztán érkeznek Gyöngyösi Marcellék az Astrával. Érkezik jármű. Odaföntről lehetett hallani valami hangot. Nem, ez még Jondiéknak a Lada hangja volt, ahogy elindultak a stop állomásból. Úgyhogy egyelőre a feltűnően nagy csöndet lehet hallani itt a cél magasságából és a pálya korábbi szakaszairól. Hát várjuk az érkezőket. Közben a képen pedig a rajtszámokat és a futott időket lehet látni. Tehát most már nem csak hallhatják, hanem láthatják is azok, akik az interneten nézik a közvetítést. És akkor most érkezik, most hallok érkező autót odaföntről. Gyöngyösi Marcellék érkeznek az Astrával, menetben szerint, és akkor ketten is kimaradtak előlük.
visszafordító, szoros tövön. Biztos, ami biztos alapon, és akkor jönnek a stoppa. És itt megkérdeznek, hogy a magyar Ibex Szabolcsékkal mi történt. Én is köszönöm, átvetted őket, és mindenképpen megkerülöm, hogy átvetted őket. Tehát Gyöngyösi Kollárpáros itt van nálunk. Szevasztok, milyen volt a gyors? Volt, semmi különösebb nem volt. Próbálom futni azok után a feladatom, de ez nem a minap, mint egy becsületből próbáljuk végig csinálni ezt. Ekközben megérkeztek Friedrich Laciék hozzád, Sanyi, nálad a szó. Köszönöm, nyilas Friedrich páros. Szevasztok! Na milyen volt a vizes aszfalt? Nagyon jó, nem csúszkáltunk, tökéletes volt minden. Élveztük. Kicsit féltünk tőle, de minden rendben volt. Navigátor oldalról? Szuper, minden a legtökéletesebb, mindig így akarok menni. Meg gyorsabban. Akkor ez így legyen. Iván! Köszönöm szépen. Nyilas Péter és Friedrich Laci után pedig Hofbauer Tamásiknak kéne érkezniük a C2-essel, és jönnek is! Elég furcsán sikerült az utolsó balost abszolválni, bent maradtak nagyon tövön, mert előtt a keresztbe csúszott az autó, nagy fék a visszafordító előtt. Az viszont jól sikerült, és akkor irány a cél, most át a célvonalon, és érkezik hozzád a fekete méregzsák. Köszönöm szépen, meg is érkeztek, darabra már megvannak. Az előző idő egyébként 4.31.3 volt, ami a Hondához tartozott. Hofbauer 3-as páros 231-es autója itt van, az időt még nem látom. Szevasztok, milyen volt? A végén vizes a pálya, úgy jöttünk, hogy végig keresztbe az összes kanyar. Iszonyatos jó ez a kocsi. 4.26.7. Hofbauerék után pedig hát majd Karner Zoltánék, Forgács Istvánék és Barta Nándorék szerepelnek a mai napi rajtlistában, miközben egy kerékpár tűnt fel a képen. És akkor nézzük, hogy ki érkezik föntről. A 206-os Peugeot-val érkezik Barta Nándor és Veres István. Egykoron nagyon-nagyon népszerű volt ez az autó. Rally zsűrben is lehetett vele menni. Most fedeztek felsőbb francia tehetséget. Most pedig érkezik Sanyihoz a 206-os. Megérkezett, legalábbis közeledik felénk. Barta Veres páros jött meg vele, 234-es rajtszámmal. Szevasztok! Na milyen volt a vizes? Hát azért ez nem esett olyan jó. Ez olyan volt, mint egy rossz savanyú cukorka. Olyan nem kívánatos volt. Próbáltuk megtisztelni, mert tisztában voltam vele, hogy középkemény gumi van, és ez nem biztos, hogy megáll fölök lefelé. Ezt úgy is éreztük. Világos. Időeredmény 4.46.1. Köszönöm szépen, és már is érkeznek. Érkezik az újabb autó, ha jól hallom. Kicsit öblögetve. Érkeznek Zúzó és Zúzócska az Astrával, a G-Astrával. Szárnya az OPC. Öblögetve a jobbosban, mint jobbos visszafordítóban is. Ott tök egyenes, akkor tiszta gáz, egészen át a célon. Utána pedig fék, hogy Sanyinál meg tudjanak állni. Ami jó lenne. De úgy néz ki, hogy sikerül összehozni. Egyébként régen mondta erre Pécsen egy néző, hogy vakogtattak, nem nyomta el. Na, de nézzük az időeredmény, majd mindjárt meg lesz. Szevasztok, na milyen volt a vizesen? Hát, csak a végül volt vizes. Hát, óvatoskán jöttünk, de azért nyomtuk neki. Zúzójég, zúzódás mentesen érkeztek ide a vizsgáláskozás Algótárén gyorsági stopjába, utána pedig már hallani, hogy érkezik egy újabb autó, ha minden igaz. Mi
mégpedig egy 0-7-essel oda, akkor elvileg szóval Rolandéknak kell, hogy legyenek. De mindjárt nézem a rajtszámukat is nagy képen. 2.36-os, így van, Csaba Roland és Jákob Dániel, most egy 0-7-es Skodával. Túl gyakorlatilag ezen a körön is, a Rally 2 második körén. Sanyi? Némi technikai hibánk adódott a stoppállomásban. Úgyhogy Csaba Rolandék és Jákob Dánielék érkezését a stopban most nem tudjuk megmutatni, most megjött, visszajött. Én pedig 4.58.1. Iván! 4.58.1-es idővel érkeztek meg Csaba Rolandék tehát a stopba, tehát a célba, és akkor érkezik egy másik 0-7-es László és Major Imre. Úgyhogy visszaaplasztott egy nagyon komolyat a visszafordító előtt. Meg is indult keresztül az autó, de a kanyar közepére már gyakorlatilag kiegyenesedett, és onnan inkább óvatosan nem keresztbe abszolválta a kanyar többi részét, de megérkeztek a stopba. Nézzük, hogy Sanyéknál mi a helyzet. Teli Major páros 2.37-essel itt a stopban, én pedig már is zaklatom őket. Szevasztok, hogy tetszett a gyorsasági? Tetszett, nagyon jó volt. Hát a vége vizes, úgyhogy azért arra figyelni kell, de tetszett. Vas, rendben van? Rendben, a hangosítás, hogy így nem az igaz, hogy elmondjátok. Hogy nyitok majd? Hello, szevasz! Időeredmény 4. Érkeznek Bertáig a VFTS-sel, Berta József, Rosonci Csaba. A strandkordát kék VFTS-sel, ők is túl vannak gyakorlatilag a versenyük kétharmadán már, ami a gyorsági szakaszokat és a kilométereket jelenti legalábbis a mai napnak, hiszen a verseny teljes távjába a tegnapi egy gyorsasági 3,1 kilométerre is beleszámított. Sanyi? Bertáik akkor itt vannak, nem tudom, hogy tényleg ilyen színe van-e a strandkorlátnak még manapság. Szevasztok! Milyen volt a gyors? Hát fölfeléig nem volt ezen elég óvatos volt, úgyhogy nem lett valami jó. Oké, vigyázni rá! Szevasztok! Engedjük az autót! 4! Bertáék után pedig majd, hát ugye az előbb is itt volt egy kis rajtsorrend módosulás, Fróna Jánosék érkeztek egy picit előbb, mint ahogy a napi rajtlistában, hogy aztán nekik volt korai érkezésük, vagy a többiek késtek ki, ezt innen a közvetítő kocsiból ebben a pillanatban nem tudom megmondani, de hogyha ez most is így lesz, és hát mitől változott volna meg, hiszen a gyűjtőben a sorrendet nem változtatják meg, így van, Frónáék jönnek. Sanyi, majd esetleg kérdeznek tőlük, hogy minek köszönhető, hogy egy picit előbb jönnek, mint a napi rajtsorrendben szerepeltek volna. Érkeznek az utolsó visszafordítóba. Frónáék, tehát ezzel a sokat látott Honda VTI-vel, többek között engem is, mármint látott ez a kocsi, és akkor érkeznek hozzád. Hozta a Hondát. Mögöttük pedig már itt is van egy másik VTI. Érkeznek Berecék ezzel a mérges hangú, egészen vadul szóló, bőven 9000 fölött forgó VTI-vel, amiben hát én úgy gondolom, hogy a váltó is nagyon komoly szerkezet lehet. Egyelőre kicsit akadozik a kép és a hang a stopból. A autó működik? Melegszik a víz egyelőre, nem tudjuk miért, majd a szervizból a kérdésből. Időtök 4.37.0. 4.37.0 jöttek Bertáék. Illetve, bocsánat, Berecék a Honda Civic-kel. Melegedő motorral, melegedő vízzel, hiszen, és ezt a majd a szervizparkban fogják orvosolni, szerencsére az most következik, tehát jön majd a szervizpark
innen oda mennek Salgótarjánba. A versenyzők szerencsére nincs messze, aztán a Rally 2-nek meg a Historiknak lesz még egy köre. Az ORV pedig az utolsó körét kezdte meg teljesíteni, talán már, már a pályán vannak. Így nálunk itt majd már a Power Stage-re jönnek, és beérkezik egy újabb VTI. Egy másik Berec, ha minden igaz. Berec Róbert és Olá Szabolcs. Ennek egy picit szolidabb a hangja ennek az autónak, ne, talán ez nem forog annyit, mint az előző, de újra ott vannak Sanyinál. Viszont Sanyitól megint akadozva jön csak a kép és a hang. Sanyi, tied? Eredmény 5-0-5-1 és 5-0-5-1-el érkeztek le a sárga VTI-vel, és akkor érkezik a Twingo. Tamás Gergely és Benko György különösebben látvány nélkül érkeztek meg az utolsó jobbosba is. Hát ez nem azt jelenti, hogy lassan jöttek, hanem azt, hogy nem fog keresni, és nem kell nagyon gépészkedni. Twingo, rövid tengelytávú Twingo kormánykerekével, ellenben ez nem biztos, hogy lassú volt, sőt, de ez majd a stopban kiderül. Sanyi? Megint érdekes módon akkor akad meg a kép, amikor odaér a versenyautó. Amikor nincs ott senki, akkor egész jó kép 4, jön be 56. a stopból. Szevasztok! Hogy tetszett? Hát elóvatoskodtuk itt a végét, ahol vizes volt, mert jó, célba szeretnénk érni, úgyhogy az a fontos. Köszönöm! Kezed! Iván! Érkeznek Balics Ákosék, már túl is a célon egy újabb VTI-vel. Azért még ez a hatodik generációs Civic egészen népszerű a magyar bajnokságban, a magyar bajnokságban, a Rally 2-ben. És érkeznek is, és már ott is vannak Sanyinál. Balics Borsfai páros 244-essel jött meg. Már is bent vagyok náluk. Szevasztok! Milyen volt a gyorsasági szak? Mögöttünk pedig nem más érkezik, mint Határ Attila. Gyakorlatilag most jön haza, itt megy el a saját háza elől. Ebben a pillanatban állt a célon. Megérkezett tehát Határ Attila és Deák Henny a 208-assal, Peugeot 208-assal. Ezek szerint sikerült megcsinálni az autót, és Super Rally-val mennek tovább. Sanyi? Hát én hiába szólítom Sanyit, illetve nem hiába szólítom, csak az a baj, hogy a kép az nem igazából. Versenyen úgy, hogy megyünk tovább, megyek, ahogy csak pirok. Oké, köszönöm szépen. Időeredmény 4-15-1. Iván? 4-15-1-jel, egy nagyon remek idővel jöttek le Határ Attiláig, de hát hol jöttek volna ők jó időt, ha nem itt, nem azon az úton, amelyiken gyakorlatilag naponta jár, vagy ha haza akar jönni. Meg tudták csinálni a szervizparkban az autót, hogy ki kellett hagyjanak az előző körből egy gyorsaságot, illetve két gyorsaságot, de megcsinálták és megy, ahogy bír, azt mondta Határ Attila, hiszen ott van neki mennie kell, és akkor érkezik egy kereklámpás Lada. 260. Kormács István és Varga Péter, ők is szuperraliznak. Szépen szól! Figyeljetek, eddig kettő értelmes gyorsunk volt van, mert az erősen szuper rally. Az előzőn nem hivatalosan bejelentem azt, hogy harmadik volt az idő, de két másik, gyorsasági tudtak igazából jól jönni. De ez nagyon szar. Szuper rally volt vannak versenyben. 25-5! 4-25-5! 5-öt jöttek a kereklámással, az előző gyorsan elvileg mentek egy abszolút harmadik időt Forgácsék. Iván! Köszönöm szépen Sanyitól a szót, de ugye kénytem mondjuk én tolmácsolni Sanyi szavait, mert majd egy pici technikai hibánk, ezen mindjárt urrá leszünk, bár ugye a Rally 2 gyakorlatilag most már a Rally 2-ben a Super Rally versenyzők jönnek, akik visszaálltak a versenybe. Úgyhogy... Letettem a sapkát a földre. Úgyhogy mindjárt próbálok információt jutni, hogy van-e még autó fönn a pályán.
még két autó van fönt, még a pályán két autónak az érkezését várjuk ide a célba, illetve a stopba. Persze most véletlenül sem akad, de most megakadt, elkiabáltam, a stopból érkező kamera képe. Tehát még ketten vannak fönt Rally 2-ből ezen a gyorsaságén, és akkor utána elmondhatjuk a Rally 2 mezőnyéről is, hogy teljesítették a második kört. Még van egy teljes kör számukra, tehát nekik még három gyorsasági hátra van, még egy Zagyvaróna, még egy Sámsonháza, illetve még egyszer ez a Vizsgás Kazár Salgótarján gyorsasági. Ha minden igaz, akkor lehet, hogy akkor most is jól hallottam, jó az információ, akkor most egy 3 perces luk van a rajtoltatásban, tehát ebből a 3 percből az én úgy gondolom, hogy egy bő másfél, sőt lassan 2 perc most már eltelt, mióta érkezett az utolsó versenyautó, tehát körülbelül még 1 percet kell várni arra, hogy jöjjön egy újabb páros, és mint ahogy az előbb említettem, még ketten vannak fönt a pályán, két autó van fönt, és akkor velük fog véget érni a Rally 2-nek a második köre. Időközben persze az ORB is úton van, és nem sokára, majd a historikot követően jönnek ide hozzánk a Power Stage-re, úgyhogy mindenképpen érdemes a közvetítésben velünk maradni, akár hallgatni a Rally Rádiót a 99,3 MHz-en, hiszen ott a többi gyorsági szakaszról is hallhatják az információkat. Az online közvetítésben pedig, hát ugye itt erről a Salgótarjáni gyorsági szakaszról tudhatnak meg mindent, és ha jól hallom, akkor érkezik egy újabb autó. Piros, fehér VFTS, fehér szélesítésekkel. Próbálta a hátulját, ilyen kanyar kiállaton, és akkor érkezik a jobbos. Jobbos visszafordító. A kihordáson keresztre fordítva az autót, de éppen hogy csak egy picit. El sem kellett venni a gázt a stabilizációhoz, és akkor most érkeznek a stopba a piros-fehér VFTS-sel, ahol hát sajnos Sanyit most éppen nem tudjuk meghallgatni, mert onnan éppen nem jön be a kép, de még van egy autónk fönn a pályán, és utána mi is szervizelni tudunk. Nekünk ugye nem kell elmenni a szervizparkba, hanem itt nálunk nem a technika fog bejönni a szervizparkba, hanem a szervizpark fog kivonulni a technikához, hogy a historik mezőnyére már újra minden kameraképet tudjunk mutatni önöknek. Tehát akkor még egy autó van fönt a pályán, akiknek hamarosan érkezniük kéne, hiszen az előző autó rajtolt 3 percre, akkor én bízom benne, hogy a következő az most 1 perc rajtolt, bár az már eltelt, 1 perces érkezés, az biztos, hogy nem lesz igaz, hogy eznek az az oka, hogy nem is 1 perc rajtolt, hanem mondjuk 2-re, de már hallani, hogy érkezik föntről. Nagy keresztbe, ha jól hallom, így van. Akkor csak a nézőknek is ez megmagyarázza, hogy miért most érkeznek. Már rakaszgatja vissza a fogadatokat a magyar előtt. Tehát Deli László és Nagyon Imre érkezett meg a piros-fekete VFTS-sel. Bár nekik is, mintha nem menne minden henger folyamatosan. Közben most megjött a stop kameránk képe. Nézzük ott, mi a helyzet. Megnézzük, hát ha a hang is megérkezik hozzá, ruszkoljék vannak itt. Szevasztok! Erősen látványra ment a menet. Hát próbálunk, csak közben elszámoltuk magunkat, aztán mindjárt kitankolunk. Azt látom, igen, mert erősen ég a lápa, és... Mert nem mertem nyomni, mert a végén még nem érünk be a szervizbe. Megyünk? Na akkor haladjatok, koppon van a mutató. Időeredmény 5:21.7. Hát nem merték tolni neki rendesen, mert nincs benyák. Iván. Köszönöm szépen, igen, 227-es volt, én láttam rosszul a rajtszámot. Tehát ez azt jelenti, hogy lejött a Rally 2 utolsó autója is, úgyhogy majd most akkor a historikkal fogjuk folytatni, de addig egy pici szünet, jövünk vissza, maradjanak velünk! Rendi csak, oké. Okay.
Hogy